legyetek szívesek, és ezt vegyétek fel, jó most? Uraim, rengeteg futással, kis passzal, ívelni, ha muszáj. Írsa, írsa, az Albert írsa bajnok. Ha hiszed, ha nem, akkor is a legjobb. Futnak, futnak, mint a fürge nyúlak. A foci pályán ők a bajnok urak! A művész úr mondja. A Süveges András barátommal együtt írtunk egy dalszöveget Michel Teló számára, és az interneten annyira felkapódott ez az Alberti, új Albert írsa dal, hogy újra itt kell legyek az Albert írsai sportcentrumba szurkolni a srácoknak, mert szívem és a vágyam az Albert írsai labdarúgó csapat. Nem mint énekes, hanem mint labdarúgót és a Manchester United csapatába akarnak igazolni, de az énekléstről sem mondok le emiatt. A hír, hogy a Guardiola lesz a csapatedzője, ez minden bizonnyal igaz. Már csak napok kérdése, és a világ sajtó is tudni fogja ezt a hírt, amit most először a Klub TV nézői hallhattak. Nem lehet elfogadni humor nélkül a magyar labdarúgást, ezért ez csak humorral lehet felfogni ezt a dalt. A labdarúgó bajnokság C csoportját nyerték meg. Ennek mindenki örül, mert végül is bajnokok lettek 11 év után, mert 2001-ben volt utoljára bajnok Albert írsa. Én már akkor is itt voltam, itt dolgoztam Albert írsán, de úgy hosszasabban, illetve szorosabban két éve állok közelebb a csapathoz. Van itt egy baráti kör, van a baráti körnek egy vezére, a Koncsik Józsi bácsi, akit vezér úrnak szólítunk, ő fogja össze a baráti kört. Ő itt az élő történelem Albert írsán a labdarúgásba. Lehet, hogy a termetemnél fogva, a habitusomnál fogva, én nem azt mondom, hogy vezérszurkoló, hanem a legnagyobb hangú szurkoló vagyok, mert én, amit lehet, mindenhova elkísérem a csapatot, a barátaimmal. Én arra büszke vagyok, hogy Farmoson is, ahol bajnok lett a csapat, a múlt héten, mikor 4-0-ra győztünk idegenbe. Én büszke vagyok arra, hogy ott körülbelül a 150-160 emberből egy 130 Albert írsai volt. A 19-es bajnokságnak a gól királya a Princ Mihály lett. Ami ezt a sikert hozta nekünk, többek között Ceglédi fiúk segítsége is, az a bizonyos egy, illetve most már 2-0. Biztos, hogy ez is segítette a csapatot, csapatszellem alakult ebből, és egy csapattá értünk az utóbbi pár meccsen, a mai az már nem volt igazán a helyzet magaslán, a csapat talán érthető is, hogy nem olyan volt, de az utolsó meccseken lehetett látni a fejlődést a csapaton, hogy csapat lettünk, és felálltunk a vert helyzetekből is, úgyhogy én azt hiszem ez a sikernek, hogy együtt vagyunk, és csapat vagyunk, és együtt dolgozunk a vezetők és a futballisták együtt egymásért. Természetesen jobb lett volna több mérkőzésre kijönni, talán 3-ra sikerült, de tényleg arról győzött meg ez a néhány mérkőzés, hogy van fantázia ebben a társaságban, és hogy a csapat, úgy, ahogy elmondtam az imént is, és ez nagyon fontos dolog, úgy gondolom. Nem akarok senkinek a pénztárcájába turkálni, de az önkormányzat mivel tudja későbbiekben segíteni a csapatot, vagy maradjunk annyi, hogy egyáltalán tervezi-e? Hogyne, az előző hónapban történt egy költségvetésmódosítás, a képviselőtestület tárgyalt az idei költségvetés megnyíló plusz lehetőségeiről, és hát ennek a során hozzá tudtunk rendelni az eddigi minimális támogatáshoz egy elfogadható összeget, és ezt tartjuk az év során. Pillanatnyilag ez az, ami biztos. Hál' Istennek nagyon sokat változott a dolog, mert úgy érzem, hogy lett egy nagyszerű keretünk, fiatalok, idősebb játékosok vegyesen, ami szerintem az egész megyébe
úgymond nem nagyon van, hogy egy 18-20 fős edzéslátogatottságunk van. Úgy érzem, hogy a vereségekkel együtt egy nagyszerű szezon zártunk, nem véletlen lettünk bajnokok. Igazán, mit lehet még róla mondani? Az elmúlt egy évet, hát nagyjából mondjuk ennyi bőven elég, hogy irigykedjenek a többiek, a többi csapat, de az Albertisának még nincs vége az idei szezonnak. Jönnek mérkőzések, kikkel játszik a csapat is, és mikor tudunk-e már ilyen információkat? Hát két mérkőzésünk lesz még, az egyik az biztos, hogy a Göd, a másik pedig a PCL csapatával fogunk találkozni. Ez sajnos csak hétfőn derül ki, hogy mikor és hol fogjuk játszani a mérkőzéseket. Aki győz, ha mind a kettőt megnyeri, az megye egyes tagságba kerül. Írsa, írsa, az Albert Írsa bajnok. Ha hiszed, ha nem, akkor is a legjobb. Futnak, futnak, mint a fürge nyulak. A foci pályán ők a bajnok ura! Írsa, írsa, az Albert Írsa bajnok. Ha hiszed, ha nem, akkor is a legjobb. Futnak, futnak, mint a fürge nyulak. A foci pályán ők a bajnok urak!